idő és hatékonyság téma. Tehát az idővel való problémánk sokszor az jelenti a gondot, hogy valamilyen terhelés ér bennünket, például elektroszmog terhelés. Az elektroszmog terhelés bizonyítottan egy olyan hatást fejt ki az emberre, hogy kisebb lesz a kapacitása, tehát most nagyon leegyszerűsítve egy adott egységnyi munkát háromszor annyi idő fog elvégezni. Tehát magyarul problémája lesz az idővel, hiszen folyton lemaradásban lesz, tehát egy, napi, egy napra számunk ő három nap alatt fog tudni megcsinálni, és ezáltal folyamatos csúszásban, folyamatos problémákkal fog szembesülni, tehát folyamatos késésben van. Ez nem csak azt jelenti, hogy a főnök esetleg mérés lesz, vagy a, a megbízók esetleg problémát jelentenek, hogy nem fizetnek, vagy ők is kötbérrel terhelik az adott embert. lényeg az, hogy problémája lehet az idővel, ha nem kellő hatékonysága, kellő gyorsasággal dolgozik. És ennek egyik okozója lehet az elektroszmog, a túlzottan nagy elektroszmog perre is, ami valljuk be, a mai modern környezetünkben szinte mindenütt jelen van. Tehát elsődleges felelősségünk, hogy saját magunk hatékonyságát növeljük azáltal, hogy árnyékoljuk ezeket az elektroszmog terheléseket, tehát azokat az eszközöket, azokat a vezetékeket, amik ezeket okozzák számunkra. Tehát vigyázzunk magunkra, hogy hatékonyabbak lehessünk.